hányás, hasmenés, idegen test a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kiskedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal, incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról díszcsomagolásban. A szaloncukor már önmagában is problémákat okozhat. Kakaótartalma, csokoládétartalma az, ami mérgező a kutyák és macskák számára. Kisebb mennyiség felvétele általában még nem jelent problémát, nagyobb adag az, ami elősegíti a mérgezéses tünetek kialakulását. Fontos, hogy megelőzzük azt, hogy hozzáférjenek ezekhez a finomságokhoz. Ők nem bíbelődnek a csomagolással, hogyha esetleg lenyelik a csomagolóanyagot, illetve azt a fémes akasztót, az a mérgezés mellett egyéb problémákhoz is vezethet. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő kedvenceinkre. És ne feledjük, hogy az ünnepi terülj-terülj asztalkán a fűszerezett ételek, a szaloncukor, a beigli nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatnivalókat.